A hazai rendezésű versenyen 22 magyar sportolót regisztráltak a szervezők. Többeknél ez a tapasztalatszerzés szolgálta. Voltak viszont olyanok is, akik a szeptemberi mexikói világbajnokságra itt szerették volna teljesíteni a kiküldetési szintet. Riói paralimpiai bronzérmesünk Tunkel Nándor 3 érvényes fogással 156 kg-ot teljesített, ami 1 kilóval több, mint Rióban. Ezzel az eredménnyel meg is nyerte a 49 kg alattiak versenyét, és kvalifikálta magát a mexikói VB-re. Korábbi sérülése már a múlté. 46-95-en mérlegeltem, még a kategórián belül vagyok, legalább 2 kilót még hiszhatok, még ez jó, mert legalább izmot tudok felszedni. Úgy mindenképpen a mexikói VB-re készülünk szeptemberben, ott a cél, hogy ott is dobogó közelben, vagy dobogón, vagy esetleg még fényesebb érmet, mint Rióban szerezzek. Meglátjuk, reméljük a sérülés már elmúlt, nem fog újra sérülni. Vigyázunk rá erre is, figyelünk erre is, és ugye edzünk. A verseny megnyitóján Jorge Moreno, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság és a következő mexikói világbajnokság szervezői részéről köszöntötte a résztvevőket, majd egy fontos bejelentést tett. Örömmel jelentem be, hogy Eger rendezheti a 2021-es para erőemelő világbajnokságot, ami a következő 2021-24-es olimpiai ciklus első ilyen nagy versenye lesz. Tunkelen kívül a felnőtteknél még 2 ezüstérmet szereztek a magyarok, Nebehaj Barbara és Sass Sándor révén. A juniorok között Várhegyi Krisztián harmadik, míg Sztanó György első lett.